vagyunk Várpalotán, méghozzá az Inotai erőműnél, aminek egészen elképesztően izgalmas a történelme, meg a jelene is, de nem azért vagyunk itt, hogy egy bezárt erőművet nézegessünk, bár a videó egy pontján majd ezt is azért meg fogjuk tenni, ha már egyszer itt vagyunk, hanem hogy megismerkedjünk egy kicsit a kritikus infrastruktúrák védelmével. Ugye mi a kritikus infrastruktúra? Minden olyan, ami ha kiesne a láncból, akkor azt nagyon jelentősen megérezni a lakosság, és hát nyilvánvalóan ezeket valamilyen módon védeni kell. És a védelem az egyrészt történhet ilyen katonákkal, fegyverekkel, és egyébként jellemzően az ilyen objektumokat szokták is katonák védeni fegyverekkel, de szükség van szoftveres IT security védelemre is, és hát az a helyzet, hogy ez nagyjából közös az egész világban, mindenhol igénylik, hogy az ilyen kritikus infrastruktúrák a külső behatolóktól szoftveresen is védve legyenek, és ami még ennél is érdekesebb, hogy van itt a közelben, Veszprémben egy cég, aki olyan magas szinten űzi ezt az IT security izét, hogy konkrétan nem csak Magyarországon, hanem az egész világon keresik az ő kegyeiket, meg az ő képességeiket, és mindenhol, hát nem ehhez hasonló leállított erőműveket védenek, hanem nagyon is üzemelő, nagyon-nagyon komoly atomerőműveket, meg minden hasonló titkos izét, amiről csak részben beszélhetnek majd, de ma megpróbáljuk valamilyen módon feltárni azt az elképesztően izgalmas munkát, amit ők végeznek, és ami jelen van az egész földbolygó biztonságában. Konkrétan, tehát, hogy Magyarországon is, de Amerikában is, meg a kettő között, meg azon túl is mindenhol. Szóval a mai epizód az OPSWAT-ról szól. Oké, és akkor ez itt a főhadiszállás, igaz? Hát legalábbis a magyarországi főhadiszállás, igen. Aha, mert hogy hány helyen vagytok? Hát világszerte egyre több helyen vagyunk, gyakorlatilag majdnem minden országban vannak irodáink, fejlesztő központ az San Franciscóban van, Tampában, Európán belül Románia és Magyarország, illetve hát Távol-Keleten Vietnám, Ho Chi Minh City, illetve hát Izraelben nyílt. És hogy került a képbe Veszprém, mondjuk San Francisco meg Ho Chi Minh City mellett? Hát Veszprém azért több dolog miatt is adja magát, egyrészt van egy nagyon jó egyetemünk, és bízunk is abban, hogy onnan sikerül megfelelő jelölteket találni. De akkor jól értem, hogy a Veszprémi Egyetemről olyan szakemberek kerülnek ki, akik aztán nem csak hogy világszínvonalat hoznak, hanem hogy olyan alkalmazásokat, olyan megoldásokat készítenek, amit a világ különböző pontjain használnak is. Így van, pontosan így van. Részben az egyetemről, részben pedig azért vannak itt más cégek, akiktől természetesen nagy örömmel várjuk a nagy tapasztalattal rendelkező fejlesztőket. És ez a munka? Szóval ez zajlik itt munkaidőben? Vagy ez hát, micsoda? Ez egy ilyen rekreációs övezet? Ez egy ilyen rekreációs övezet. De érdemli munkaidőben, vagy azért alapvetően csak munkaidő után lehet ezt használni? Nem, ezt abszolút lehet napközben is használni. Hát, hogyha körbenézel, akkor lehet látni, hogy itt azért sok mindenre van lehetőség. Pihengetésre is, itt egyébként szoktunk fény délutánokat, vegyítéseket rendezni. Bokszsák, valaki a feszültségét akarja levezetni. Ez, akkor szétvertek egy bokszsákot, ahelyett, hogy egymást ütnétek. Ez mondjuk jó megoldás. Jó, most még akarjátok játszani, én ennyi ideig voltam. Ja, gratulálok, nagyon örülök ennek a döntetlennek, szép, heroikus küzdelem volt. Szép, sziasztok! Ti is játszottok, a főnök játszik, ti is játszottok. A Veszprém irodához tartozik még igazából a Sobri Jóska élményparkban egy elektromos kokártpálya, ami nagyon része igazából így az irodai életnek. Meg szeretnénk, mi vagyunk itt a névadó partnerek, és szeretnénk, hogy a Veszprém irodában dolgozó kollégák azok így tényleg ki tudják ezt használni. De ez azt jelenti, hogy nem csak csacsozni lehet nálatok, meg pingpongozni, hanem gokártozni, és hogy van egy pálya, ami hozzátok tartozik konkrétan. Így van, így van, így van. Rendszeresen csinálunk ide csapatépítőt, meg igazából a kollégák azok kedvezményesen használhatják ezt az elektromos gokártpályát. Tehát ez nem csak egy elméleti lehetőség. Nem, ez így van, így van. Alapjában mi kritikus infrastruktúrák kibervédelmével foglalkozunk. Aha. Egészen pontosan ennek segítségére készítünk szoftvereket. Tehát mi magunk nem végzünk ilyen védekező munkát, tehát aktívan nem vagyunk benne, mi olyan szoftvereket fejlesztünk, amiket kritikus infrastruktúrák védelmére használnak. Tehát elkészítitek a programot, azt átadjátok a megfelelő szakembereknek, akik ott dolgoznak, mondjuk egy atomerőmű vagy bármilyen más fontos helyszín környékén, és akkor ők megoldják a védelmet ezzel. Így van. A kritikus infrastruktúrák azok olyan rendszerek, amelyekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy működjenek. Tehát az életünknek mindenképpen fontos részei.
ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen minden. Ha abba belegondolsz, hogy nem tudsz fizetni, nincs áram, mondjuk valami nem működik, ez mind kritikus infrastruktúra része, de kritikus infrastruktúra az egészségügy, de akár az államigazgatás is, hogyha mondjuk egy dokumentumhoz nem tudsz hozzáférni, vagy mondjuk mit tudom én, egy reptéren nem tudják a Covid igazolványodat letölteni, az ugyanúgy kritikus infrastruktúra része. Tehát igazából annak ellenére, hogy van körülbelül 20 kategória ezeknek az infrastruktúráknak, én azt gondolom, hogy szinte minden az ma már. Most jelen pillanatban 6 különböző termékfejlesztése folyik a Veszprém irodában, ez egy ilyen, körülbelül most egy ilyen 62 fős létszámmal. Én ezen tudok pontos számot mondani, mert ez napról napra változik. Szerencsére elég nagy ütemben tudunk fejlődni létszámilag. Tehát ez több mint 30%-os éves bővülést jelent. Jó, akkor ilyen IT szakember mágnes vagytok? Hát igyekszünk azok lenni, Na jó, de hogyan lehet mondjuk Veszprémből IT szakember mágnesek lenni, például Budapesten versenyezni? Tehát, hogy ez a fizetések miatt, vagy az emberek a város miatt jönnek ide, hogy ez egy kellemes hangulatú hely, vagy mi az, ami ide hozza az embereket? Nagyon nehéz versenyezni Budapesttel, főleg az ottani rengeteg lehetőség miatt, illetve hát ott azért valamivel magasabb bérszint van. Talán most már ehhez sikerül azért felzárkóznunk, törekszünk erre, hogy felzárkóznunk. Én azt gondolom, hogy a környezet az rengeteget számít, tehát nagyon sok olyan ember van, aki azért jön Budapestről, hogy egy kicsit nyugodtabb környezetben dolgozzon, hogyha kinézel az ablakon, látod, hogy fák, madarak, ez egész kellemes környezet van, egy picit messzebbre tekintünk, ott a Balaton, egész közel, tehát 20 percnyire van innen a Balaton, még biciklivel is könnyen elérhető, másik irányban ott a Bakony, kiváló túrautakkal, gyakorlatilag a környéken rengeteg minden van, ami vonzó lehet. Az amerikai szabványok szerint mi 16 féle kritikus infrastruktúrát tudunk elkülöníteni, az atomerőmű ezek közül egy. Gyakorlatilag az összes szóba kerülhet az egészségügytől, a közlekedésen, telekommunikáción keresztül bármi, de nem ők keresnek meg minket, hanem mi fejlesztünk olyan általános célú termékeket, amiket ők tudnak használni. De akkor nektek nevetek van a szakmában mindenhol, és tudják, hogy itt Veszprémben készül valami, akkor nagyjából milyen minőségre lehet számítani? Tehát, hogy mondjuk Amerikában is adják, veszik a ti kvázi névjegyeteket? Egymás között a kritikus infrastruktúrát használó. Én azt gondolom, helyszínek. Hogy nagyon jó nevünk van, erre egy konkrét példát hadd mondjak. Ez, és ha már az atomerővel kerültek szóba, akkor ez nagyon jól hangzik. Az Egyesült Államok atomerőműveinek 98%-ában jelen van az OPSZOT. Ez tulajdonképpen számokra lefordítva 50 atomerőműből 49-ben. Tehát egyetlen számítva minden atomerőműben ott van a szoftveretek, ami mit csinál? Így van. Hát ez konkrétan többek közt egy kioszk megoldást takar, amit egyébként meg is tudok majd mutatni neked, ami lehetővé teszi ezt, hogy úgynevezett ergept hálózatokat védjünk, ne tudjanak bevinni oda olyan adathordozót, ami nincsen leszkennelve. Ami ott van a bejáratnál, az a kis izé, ami megnézi, hogy az SD kártyánkon be akarunk-e csempészni valamit. SD kártya, Winchester, bármi, ami... Letapogatja és megmondja, hogy bevihető az atomerőműbe vagy így sem. Így van. És a kritikus infrastruktúra védelemnek vannak különböző szintjei. Van az, amit ugye ma megismertünk, aminek a megismerésének a különböző fokozataiban vagyunk, és van az, amit az 50-es években alakítottak ki. Szóval ez is egy ilyen kritikus infrastruktúra védelmi objektum, csak itt még nem szoftveresen, szuper programozókkal látták el a feladatukat a biztonságiak, hanem ilyen bunkerekkel, ilyen lőállásokkal, amikben be lehetett bújni, és onnan lehetett fegyverrel védeni a kritikus infrastruktúrát. Hát változnak az idők, most már nem kell bebújni egy ilyen atombunkerbe, jó, atombunkernek talán túlzásra ne nevezni, de egy ilyen kényelmetlen beton izébe, hanem egy menő irodából is el lehet látni az infrastruktúra védelmét. Hú, de kellemetlen lehetett egész nap itt gombasztani. Ja. Hát főleg egy ilyen nyári napon lehetett ez jó, nem? Egy ilyen beton szarkofágba bezárva ácsologni és figyelni, hogy érkezik-e támadás Várpalota felől. Nem érkezett. Jó, egyébként nyilván ma is van fizikai védelme a fontos erőműveknek, ez csak egy ilyen érdekes analógia volt, hogy milyen irányba ment el a biztonság
a kiberbiztonság kérdésének megjelenésével. Ma már oda jutottunk el, hogy a kiberbűnözői körök azok rendkívül szervezettek lettek. És itt már nagyon komoly műveletekről van szó. Tehát itt előfordul az is, hogy mondjuk tudom én, az Emotet, az egy ilyen ismertebb zsarolóvírus, vagy éppen a Logbit, ezek mögött álló ransomware csapatok, ebben a szervezeti formában szépen elküldenek sok ezer e-mailt, általában e-maileket, ez a legjellemzőbb, amelyben mindenféle jópofa dolog van. Mondjuk olyan, hogy megemeljük a fizetésedet x százalékkal, mert most itt infláció van, meg mindenféle egyéb, és akkor kattints erre a hétvégéig, hogy megtudd, hogy akkor mennyi lesz az összeg. És akkor az illető rákattint, mondjuk abban a csomagban, amit kapott, van például egy nulladik napi sérülékenység. Ezek azok a sérülékenységek, amikről nem tudnak a gyártók sem. Ez egy nagyon érdekes kategória, mert igen, az összes nagy gyártónak a világon, informatikai gyártók, Microsoft, Apple, Google, bárkinek, vannak olyan sérülékenységei, amiről még ők sem tudnak. Ezeket egyébként dollármilliókért vagy dollárszázezerekért adják, veszik a piacon, és ezek a szervezetek megkapják ezeket a sérülékenységeket, vagy megveszik, vagy kifejlesztik. Az is előfordul, keresnek ilyen sérülékenységeket, és nem bejelentik a gyártónak ezeket, hanem felhasználják. És mondjuk egy ilyen e-mail csomagba betesznek egy ilyen sérülékenységet, egy ilyen nulladik napi sérülékenységet, rákattint a felhasználó, mert azt gondolja, hogy majd most meg fogja tudni, mennyivel emelkedik meg a fizetése, de ezt nyilván nem fogja megtudni, cserébe viszont föltelepül a gépére egy olyan eszköz, ami utána elkezdi keresni az áldozatokat, és akár több ezer másik gépet is megfertőz. És ennek olyan hatásai lehetnek, mint például Atlantában volt nem is olyan régen, ahol gyakorlatilag a teljes városi rendszert leállította egy zsaruló banda, több millió dollárt követeltek, és hát megmondom őszintén, láttam ezt a sajtótájékoztatót, nem szívesen lettem volna a helyükben, gyakorlatilag végig azt kellett mondaniuk, hogy nem tudjuk, hogy ki volt, nem tudjuk, hogy mikor csinálta, nem működnek a rendszerek, nem tudjuk, mikor fognak működni, csak nem tudjuk, és ilyenek. Sokáig azt gondoltuk, hogy a felhasználók tudatosítása az egy tök jó ötlet, hogy majd mindenkinek elmagyarázzuk ezt, amiről most mi is beszélgetünk itt, és akkor majd nem fognak az emberek kattingatni dolgokra, csak van annak oka, hogy mondjuk egy társadalomban a 0,001%-ából lesz biztonsági őr, meg rendőr, meg ilyesmi, ez egy gondolkodás. Tehát aki nem elég paranoiás, idézőjelben, az kattintani fog, mert az érdekli, ami oda van írva. Tehát most már elkezdtünk abba az irányba mozogni, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a zsaruló próbálkozásokat, ezeket ne úgy kezeljük, hogy majd a felhasználó észreveszi, hogyha probléma van, hanem inkább úgy, hogy berakunk olyan rendszereket, amik helyettük észrevesznek dolgokat. Tehát például rákattintanak a felhasználó helyett valamire, és megnézik, hogy azzal gond van-e. Vagy mondok egy másik példát, ugye ezek a zsarolóvírusok nagyon ügyesek, és megpróbálják elkerülni a támadás észrevevő rendszereket. Tehát megjelennek valahol, és azt mondják magukról, hogy ők mások. Valójában nem, én nem is ők vírus. Na például erre tök jó megoldások vannak, berakják őket úgynevezett ilyen sandboxokba, ahova bekerülnek, és ott azt hazudják nekik, hogy gyertek, fertőzhetek nyugodtan, hát ez egy nem a számítógép, lehet nyugodtan fertőzni, elkezdenek fertőzni, megfigyelik azt, hogy mit csinálnak, és ezután ki tudják védeni, vagy le tudják állítani a működését. Ő fog küldeni a te nevedben egy e-mailt a Csabának, ami arról fog szólni, hogy neked van egy nagyon szuper új cyber security-vel foglalkozó Facebook oldalad. Légy szíves, Csaba, jelentkezz be az oldalra, lép be, kövess be, szuper lesz minden. Ugye Csaba lesz az áldozat, ő ezt nem tudja, hogy itt egy phishing e-mail fog jönni, úgyhogy amikor megkapja az e-mailt, még nem jön, amint megkapja az e-mailt, rákattint, lesz benne egy link, hogy be tudjál jelentkezni Facebookra. Amúgy Facebooknak hívjuk, hogy nehogy itt valami probléma legyen. Magyarosi Csaba küldött egy invitációt. Szia Robi, csináltam egy új cyber security-vel foglalkozó oldalt. Szerintem már itt elkezdett csalakodni, nem? Vagy ne, valami nem stimmel. Csatoltam egy dokumentumot is, ami leírja, hogy hogyan tudsz feliratkozni. Itt a link. Én most rábökök erre. Á, Facebook, látod? De hogy ha valaki ezt nem néz, meg gondolom, hogy az igazi bűnözők nem írják oda, hogy Facebook. Beütöm a jelszavamat, igen. Bejelentkezés és... Anonymous egyszer csak megjelent. Megszereztem az alábbi adataidat. De gondolom ez se történik végül meg, ugye? Tehát hogyha az embernek ellopják az adatait, akkor nem jelzik, hogy... Nem. És akkor még egy dolog, ugyanezt a Peti elküldte nekem is, és itt jön a mi intervenciónk. Ugyan itt van a link, ezt mi átpréseljük automatikusan, mi ezt már egy direkte küldjük, átpréseljük a saját kis termékön keresztül, hogyha erre rákattintok, akkor itt azt fogja mondani már itt az oldal, hogy hát vigyázzál, barátom, ez egy
ez egy phishing oldal. De mi alapján azonosítja ő, hogy itt valamiféle támadás történik, úgy, hogy megnézi a linket? Igen, ugye ezek a linkek, ezek valahol be vannak regisztrálva egy központi adatbázisban, amit már valaki jelentett egyszer, hogy ez phishing oldal. Tehát nyilván ez egy kinti DV-vel dolgozik, és mi ezt figyeljük ilyenkor. Ha te csak az első embert nem védi, de a másikat, van, akit meg tudnak szivatni, őt már igen. És még annyi még az egészben egy tök jó, hogy például ugye küldtünk neked egy dogfight is, amiben volt egy makró, amennyit csinált, hogy amikor bezártad, kijön egy kis ablak és bekéri mondjuk a bankkártya adataidat, hogy légy szíves támogass engem, mint Csaba, mert hogy kell a pénz a forgatásra. Azt is meg tudod tenni, hogy ha jön az e-mailben egy olyan fájl, ami vírus tartalmaz, akkor mi azt nem letöröljük, hanem beteszi egy karanténba, amit hogyha szeretne, hozzá tud férni bizonyos privilégiumú ember. Tehát igazából azt sem veszik el, csak fogjuk az átlagos felhasználó kezét abba, hogy segítjük, hogy ne kattinthasson rá egy ilyen tartalom. De hogyha nem törlétek automatikusan, hanem ott van, ott dobozba zárjátok. Az Opsortnak van egy ilyen filozófiája, ez a Trust No File, tehát ne bízzál meg semmilyen fájlban, és ez amúgy nem csak a fájlokra igaz, hanem URL-ekre is akár igaz lehet. Alapvetően azt valljuk, hogy nem szabad megbízni semmilyen fájlban, és ezért majd mindjárt bemutatunk egy szkennelési metódust a MetaDefender platformunkon keresztül, aminek például az egyik része az, hogy egy fájlt, mielőtt bejönne egyáltalán a te networkodbe, darabjára szedi, felismeri benne az ismert káros vagy potenciálisan káros tartalmakat, makrókat, script részleteket. Ezeket kiszedi és újra összerakja a fájlt. Tehát lényegében a káros fájl, az be se jut a te környezetedbe. Tehát nem is ismert vírusokat keres akkor, ha jól értem, hanem hogy szétszedi a fájlt, ledarálja, és ami nem oda tartozik szerinte, azt már át se engedi. Így van, ha ismeri, ha nem. Az hülyeségnek tűnik, kizárja belőle. Ha gyanúsnak tűnik, azt is kipakolja belőle, összerak egy új fájlt belőle. Kiválasztottunk egy meglehetősen gyanús Excel fájlt. Mitől tűnik gyanúsnak? Hát már mint a... Hülye a neve? Az egy dolog. Meg a fekete energia nevű könyvtárból érkezik. Amit most tudunk elvégezni, egy egyszerű szkennelés és szanitizáció, amit mi Deep CDR-nak hívunk. Megfogjuk a fájlt, szétszedjük darabjára, és utána összerakjuk, viszont nem tesszük bele azokat az elemeket, ami miatt esetleg ő gyanúsnak tűnhet. Ennél vörösebb nem igazán lehet a történet. Tehát 100%-osan van benne valami szörnyűség. A userjeink szerint ez 100%-ban is, ez az tök jó. A sandbox dinamikus analízisunk szerint szintén 10/10 az a legrosszabb eredmény, és 35 vírusírtóból 19 azt mondta, hogy ez egy vírus. De le is futott ez mind, ez most, a néhány másodperc ez alatt mindez lefutott rajta. Ez aha. Így van. A víruskeresők egyértelműen úgy vannak optimalizálva, hogy ezek néhány másodperc alatt, vagy 5 másodperc alatt végezze meg ezzel a folyamattal. De mondjuk ami az érdekesség, hogy ugye az ember azt gondolja, hogy ha használ egy vírusírtót, akkor meg is van, de hogy 35-ből csak 19 talált valamit, és 16 meg nem talált semmit. Az simán átengedte volna, úgyhogy minden benne van. Tehát az ebolától a motabán át, ami létezik a világon, az benne van ebben. Pontosan. Több technológiát, több vírusszkennelőt, 30 plusz vírusszkennelőt tudunk ráküldeni egy-egy ilyen fájlra. 99%-kal meg tudjuk mondani, hogy ebben van káros tartalom, vagy nincsen káros tartalom. De itt most megtörtént a fájlnak az újraépítése is ez alatt a néhány másodperc alatt? Tehát nem csak volt egy elemzés, hanem hogy ledaráltátok és megcsináltátok újra. Kiirtott belőle minden olyan elemet, ami esetleg káros lett, kép maga is lehet fenyegetés, illetve volt benne 4 darab makró, ami aztán tényleg a meleg ágya ezeknek a problémáknak, amit egy ilyen egy bármilyen Excel fájlt tud okozni nekünk. A végeredmény, például, hogyha valaki elkölti nektek ezt az Excel fájlt nem feltétlenül baráti szándékkal, akkor amit ti fogtok kapni az e-mailben, az ennek a kiherélt változata lesz. És azt is meg tudjuk nézni, hogy a kiherélt változatra már a víruskeresőink egyike sem mondja azt, hogy valami fenyegetést talált volna. Tehát nyilván nincs benne makró, nincs benne olyan kép, ami esetleg problémát okozhatna. Te belejössz a képembe, köszi! Még mindig benne vagy! A legrosszabb helyen vagy! Én ezt már felvettem, úgyhogy nem kell felvettem. De ez jó, most felveszem jól. Ez neked készült. Ezt nekem csináltad, de aranyos! Igen, és üzent neked videót. Mit üzent? Technikai információt, hogy hogyan sül és miért olyan kemencéje van, amilyen. Figyelj, erről mit tudsz elmondani? Nem tudom, mert nem láttam, mikor történt. Én láttam, tehát hogy konkrétan itt álltam, te ott tetted a pizzát, és úgy visszaesett a paradicsom, hogy
eltalált itt, másfél méterre. Úgyhogy nem csoda, hogy beterítette az egész kis ruhatáradat. Az én drága feleségem csak neked, mert csak neked készített. Hát, hogy konkrétan a feleséged tudta, hogy jövünk ide neki, hát és csináltam a makaronokat. Kérdele, hogy elmondtam neki. Úristen, és ez milyen makaronok? Többféle is van. Kókuszos, meg pisztáciás. Nagyon sokat dolgoztam úgy esténként. De hogy több estén keresztül készítette ezt? Négy. Nekünk annyira jó, hogy én nem megyek át. Most mi van, hogy van látok üresedés, azt mondtátok. De egy hozzám hasonlónak is, hogy csak olyan jött ide, aki ért is valamihez. Hát figyelj, hogyha megvan az IT biztonság, megvan, nem? Én nagyon biztonságos vagyok az IT-ben. Akkor szerintem jöhetsz, rengeteg helyünk van. De finom. Köszönjük a felségednek. Átadom. Nagyon szeretjük őt. Sokan azt hiszik, hogy ők maguk személy szerint nem érintettek, az átlag emberek. De ez nem igaz, mert az átlag ember az hétköznap, ugye, családapa, átlagember, bárki, viszont ugyanakkor munkavállaló is. Ráadásul azóta, amióta az emberek már otthon dolgoznak, szinte, vagy nagyon sokan otthon dolgoznak, még akár egy kritikus infrastruktúrában is, azóta különösen fontos az, hogy ők mit csinálnak, mire kattintanak. És az, hogy az otthoni hálózatukat nem tudják megfelelően megvédeni, ami egy igen jellemző dolog, mert hogy az ember, amikor otthon összerak egy rendszert, akkor nem arra tervezi, hogy valami nagy vállalat leszek, meg majd engem megtámadnak a kínaiak, meg a közel-keleti hackerek, hanem nyilván akkor arra tervez, hogy működjön az internet, meg lehessen Netflixet nézni. Most viszont már ott tartunk, hogy a hackerek kiszemelték ezeket a magánszemélyeket is, mert tudják, hogy amúgy részben zsarolhatóak, nagy mennyiségben, ugye, hogy a sörétes puska, meg kézigránáttal halászás, tehát hogy körülbelül ez. De ha megcéloznak valakit, mondjuk azért, mert konkrétan az 1000 személy dolgozik egy vállalatnál, egy szervezetnél, vagy éppen egy létfontosságú infrastruktúránál, akkor azoknak is be tudnak juttatni egy olyan eszközt, zsarolóvírus, bármit, amit majd ők visznek be a szervezetbe. Tehát a felelőssége az otthon dolgozóknak ugyanilyen nagy, sőt, rosszabb a helyzet, mert az otthon dolgozók gyerekeinek is nagy a felelőssége. Tehát, hogyha valaki távoktatásban kap egy fájt, amiben benne van a legutolsó sérülékenység, mondjuk egy Microsoft Word sérülékenység, ez a legjellemzőbb egyébként, hogy így szokták benyomni mondjuk Word, Excel, ilyesmi formában, azt a gyerek megnyitja, mert mondjuk benne van az órarendje, az megfertőzi a helyi hálózatot, az átterjed három másik gépre a helyi hálózatban, mert ilyen laterálisan terjednek ez a jellemző rájuk, és akkor utána azt a fertőzést meg szépen beviszik a szervezetbe. Tehát gyakorlatilag, ahogy hát így Covid után most már látjuk, hogy egymásra köhögnek az emberek, most már a gépek is egymásra köhögnek, és akkor ebből lesz a baj. Egy megemlíthető technológiánk a DLP, ez a Data Loss Prevention. Tehát ez ugyanúgy a file analízis során, ez megtalál olyan adatokat, amiket esetleg te nem akarsz, hogy kijusson a környezetedből. Például véletlenül vagy kész a karba, hálózatodon a cégeden belülről valaki ki akar küldeni olyan dokumentumot, amiben mondjuk céges kreditkártya számok megvannak. Az analízis folyamán ez a DLP termékünk felismeri ezt a kreditkártyát, és ezt kitakarja akár, eltávolítja magyarul, ha ki is jut a fájl a környezetedből, nem lesz benne szenzitív adat. A vétlen adatszivárgása nem viszonylag könnyű védekezni, mondjuk, viszont a direkt adatszivárogtatása lenne nehezebb. Mi, tehát ha valakiben van a cégben és ki akar tolni valami adatot szánt szándékkal, most erről igen, beszélünk? Igen, nem tudom, tudtátok-e, de mondjuk a PDF fájlokban meg lehet azt oldani, hogy beleraksz egy képet, és beleraksz egy másik képet is, amit nem lát senki. Mert ott van a másik mögött? Nem. Bármit csinálhatsz vele, kijelölheted, nézegeted, megnyithatod PDF szerkesztőben, nem fogsz látni igazából semmit. Viszont egy nagyon érdekes tulajdonsága van, hogyha én ezt kinyomtatom. Ja, hogy valaki ki is juttatta, ez tulajdonképpen egy kép. Egy kép segítségével kiújtatott egy csomó fontos adatot. Igen, ez egy kép, és gyakorlatilag ezek kreditkártya számok. És akkor csak nyomtatásban jön ki, a kolléga kiküld egy PDF-et, ha valaki ránéz, azt mondja, hogy hát ez tulajdonképpen teljesen rendben van, csak a vakációról küld képeket, de ahova átmegy, ott kinyomtatja a célszemély, és megkapja a benti adatokat. Igen. Mondjad. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a PDF gyártás akkor az eredeti cél, a jó szándékú cél az mi volt? Hát valószínűleg ez. Nem, tehát hogy valaki nagyon zabos volt az Adobe-ra és szeretett volna kártyaadatokat kijuttatni a cégből. Ha ugyanazt a fájlt odaadom a mi termékünknek, azt mondom, hogy processzálja. Jó, hogy ezt ti kiszűritek, ha jól értem. Igen, tehát akkor képesek vagytok. Azt mondja, hogy van egy processed file, azt meg tudom nézni. Ez ugyanaz, ugye ez eddig nincs benne semmi érdekes. Csak ha kinyomtatom, akkor válik érdekes, hogy mit nyomtat ki. És a kép is sokkal nagyobb. Ez nem tudom, hogy ez része a rendszernek, de sokkal jobban néz ki a kép. Tehát, hogy nem csak nem lopták el az összes pénzünket, de még a kép is szebb. Ha
Amikor bekövetkezik egy katasztrófa, pláne ha nem készültek rá, akkor ha nincsen rá forgatókönyv, akkor az emberek elkezdenek össze-vissza rettegni dolgoktól. Pedig szerintem nem össze-vissza kell rettegni, hanem struktúráltan félni. Tehát amikor tudod azt, hogy mitől félsz pontosan, és ezt a dolgot próbálod megfogni. Szoktam példának mondani az Aliens-t egyébként, a bolygó neve halált, ott is látszik azt, hogy ott van Ripley, ha valaki látta, ha valaki nem, akkor javaslom, mert nagyon jó kis tanmese. Ott van Ripley, aki gyakorlatilag végig be van szarva, már elnézést, de tudja, hogy mitől fél, mert már látott ilyet, és a végén képes struktúrálni azt, hogy ő most mitől fél, és megoldja a problémát, miközben meg mindenki más meg elhullik mellette. Igazából ez a jó taktika, viszont ehhez tudni kell, hogy milyen technikákkal támadnak a hackerek, tudni kell, hogy milyen következő lépésük lesz. Tehát mondjuk, ha megzsarolnak valakit, akkor mennyi pénzt fognak kérni, mit fognak csinálni, lehet-e vele tárgyalni, érdemes-e vele tárgyalni. Például amikor beküldi a rendszerbe a titkosító eszközt, akkor van-e annak visszafejtő kódja? Mert gyakran van, hogy nincs, csak pénzt kér. Jó, de ez honnan derül ki? Tehát, hogy megkérdezed, hogy Isten bizony vissza tudod-e fejteni, akkor utalok? Meg hogy egyáltalán, hogyha én utalok, akkor ő visszafejti-e nekem eszköz megléte mellett nagyon is. Nagyon jó kérdés. Először is érdemes mintákat kérni tőle. Tehát megkérdezi tőle, hogy most tényleg nála van-e az adatom, vagy nem. Ha nem tud ilyet küldeni, ami elég gyakran előfordul, akkor borzs, nem tudok veled beszélgetni. Másrésztről adjon egy olyan kulcsot, amivel legalább egy részét vissza tudom állítani az adataimnak, tehát meg tudok bizonyosodni arról, hogy tényleg igaz, amit mond. Küldje el az újját annak, akit elrabolt, ugye, hogy lássam, hogy tényleg nála van. Így van, pontosan. De figyelj, az csak egy új, nem? Hát így van még 9 másik, tehát végül is ez nem olyan rossz. Egész jó arány. Egy ilyen kritikus infrastruktúrán szerintem 90% visszanyerni az egész jó. És akkor, hogyha már itt vagyunk, beszéljünk egy kicsit az inotai erőműről is, ami hát ebben a formában nem működik. Szóval itt vannak körülöttünk ezek a csodálatos Heller forgók, de hát ezek körülbelül 20 éve már csak így vannak itt, és nem igazán működnek. Az erőműről azt kell tudni, hogy 1949-ben találták ki, hogy ezt meg kéne építeni, méghozzá csehszlovák mérnökök segítségével, és hát akkoriban éltük az 5 éves terveknek az időszakát, úgyhogy az két dolgot jelentett, egyrészt, hogy központilag elhatározták, hogy mi kell, másrészt meg, hogy minden baromi gyorsan elkészült, de hát tudjuk, hogy ami gyorsan készül el, az olyan is, szóval 1951 decemberében már konkrétan termelt ez az erőmű, és rá volt kapcsolódva a hálózatra. Úristen! Ez valami eszeveszettül néz ki. Ez teljesen átadhatatlanul, nagyon-nagyon durván néz ki. Szóval 51-ben már termelt is, viszont folyamatosak voltak a meghibásodások, ami azt jelentette, hogy állandóan le kellett állni, ráadásul azt sem sikerült rendesen megszervezni, hogy a közelből elég szén érkezzen ide, úgyhogy az ország távolabbi vidékeiről kellett idehozni a vonatokkal, szóval az egész nem volt se gazdaságos, se stabil, és hosszú éveknek kellett eltennie, mire az inotai erőmű az hát igazán meg tudta mutatni, hogy mire képes, és eredetileg kicsivel több mint 100 megawatt volt itt a teljesítmény, de a maximális teljesítmény idővel elérte a 320 megawattot, és hogy ezt valamilyen módon kontextusba helyezzük, ez már tulajdonképpen egy darab atomreaktor teljesítményével egyenértékű. Aztán egyre másra derültek ki a turpisságok, például, hogy az erőmű az naponta 120 tonna kén-dioxidot bocsátott ki, és az nagyon-nagyon sok. Szóval az minden szempontból környezetszennyező volt, és ez már az 1980-as években is soknak tűnt. Úgyhogy az erőművet fokozatosan leállították, még nem a 2000-es évek legelején teljes egészében ki is vonták a forgalomból. Sőt, az erőműhöz tartozó 105 méter magas kéményt azt meg egészen konkrét felrobbantották. Ez egyébként nem kémény, ez egy Heller forgó. A Heller forgó az arra való, hogy az erőművekben ugye hő képződik, tulajdonképpen az egész erőmű erre megy ki, hogy képződjön az a hő, amivel aztán gőzt lehet képezni, és azzal meg lehet hajtani a turbinákat, viszont ez a hőképződés iszonyatos mennyiségű víz elhasználással járt, konkrétan az ilyen Heller forgók előtt egy erősebb erőmű az annyi vizet használt el naponta, mint teljes Budapest, és akkor kitalálták ezt a vízhűtő módszert, aminek hát az eredménye az volt, hogy az erőművek azok sokkal-sokkal kevesebb vizet használtak el egy idő után, és környezetvédelmi szempontból léptünk egyet előre. A világ több pontján megjelentek egyébként ezek az óriási kéménynek tűnő hűtőberendezések, amik viszont magyar gyökerekkel rendelkeznek, annyira, hogy Heller is, meg forgó is magyar volt, és ők ezt közösen találták ki. És az inotai erőműről még egy érdekes információ, hogy a Szárnyas fejvadász 2049-et részben itt forgatták. Ami nem csoda, mert hogy az egész úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon durván izgalmas filmes helyszín. Csak ez igazi. Figyelj, ez konkrétan olyan, mint ahol leesett Luke. Itt vitatkozott az édesapjával, ilyen családi kérdéseken, tudod? Itt volt, ott állt Luke, ott állt az apukája, összevesztek, kezet fogtak. Luke, yo soy tu papá. Rodeo's got me looking like a bad, bad girl.
szeretne fölkészülni egy támadásra, akkor mentése mindenképpen legyen. Ez a legfontosabb, és egy működő mentés, tehát visszaállítható, működő, tényleg használható mentés legyen. Ezen kívül, ami még szintén nagyon fontos, az az, hogy struktúrálja az informatikai rendszereit. Tehát az, hogy mondjuk, ha van egy termelési rendszere, van egy irodai rendszereket, ne kössék össze, vagy ha összekötik, akkor megfelelő védelmet tegyenek a különböző helyekre. Nagyon sok szakértő ma, informatikus a szervezeteknél, vagy vezető, az nem készült fel igazán az ilyen esetekre. Tehát nem csak forgatókönyve nincsen, hanem tapasztalata se. Olyan, mint a halsztéri sebészet, hogy ott nincs áram, folyik a vér, robbanás, stb. Erre föl kell készülni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy legyenek harcedzett szakértők, akik ehhez értenek, és hogyha ilyet nem tud megengedni magának egy cég, és általában nem tud, akkor megforduljanak szolgáltatókhoz, megforduljanak olyan gyártókhoz, akik ilyen megoldásokat már régóta csinálnak, meg például fönntartanak olyan szakembergárdát, aki ezt az egész dolgot tudja üzemeltetni, működtetni. És ez egyébként ma egy nagyon drága dolog. Több millió ember hiányzik erről a piacról, és ezért kritikus az, hogy olyan gyártókhoz, olyan szolgáltatókhoz forduljanak az emberek, akik tényleg értenek hozzá, ahol egyébként egy csomó lelkes ember egyfolytában hackereket hajkurászik, és amúgy egy izgalmas feladat, nagyon vicces, izgalmas feladat. Tapasztalat az, hogy bár az egyetemen nagyon jó minőségi képzés folyik, mégis az a tudás, amivel kijönnek, az gyakorlati munkára azonnal azért nem teszi képessé az embereket sok esetben. És mi szeretnénk ebben segíteni nekik, ezért létrehoztunk egy akadémiát, egy Oxford akadémiát, ami hát egy több hónapos képzés, ilyen tanfolyam jellegű képzés, de szinte kizárólag workshopokból, tehát nem előadást tartunk, meg unalmas anyagokat adunk le nekik, hanem megmutatjuk azt, hogy nálunk hogyan folyik a fejlesztés, megmutatjuk azokat az eszközöket, amiket használunk. Igen, ezt tudják meg a nézők, hogy volt egy titkos felvételi, vagy minek felvétel. Tehát, hogy tulajdonképpen volt egy olyan interjú kérdés, amit kikapnak meg az ifjú informatikusok, bárki, aki szakemberek, vagy akár aki szeniorok is. Tehát, és akkor azt nézitek, hogy mennyire analitikus az agy, vagy valami ilyesmi. Azt nézzük, hogy hogyan egyáltalán hajlandó gondolkodni, tehát aha, aki azt mondja, hogy ez nehéz, nem is állok neki, nem sok értelme van tovább menni. Jó, de ez nem egy egyszerű kérdés, amit feltesztek, és ha nem megválaszolnak, az nagy mértékben növeli az esélyt annak, hogy valaki itt dolgozza? Abszolút. Jó, most ezt a kérdést megkaptuk Robival, elkezdtünk gondolkozni, analitikusan, jó irányba haladtunk, nem? Teljesen jó irányba. Jó irányba haladtunk, percek alatt pak-pak-pak így Robival összeraktuk, és végül meglett a jó megoldás, igaz? Segítség nélkül? Segítség nélkül, bemondtam a jó megoldást, Robi nélkül nem sikerült volna. Hát jó, nekem semmi közöm nem volt a válaszhoz. Úgyhogy akkor mi Robi, itt kezdhetünk hétfőn. Így van. Sikerült. Ha ez a vloggerkodás úgy se jönne be. Felmosok fel. Megcsináltuk! Köszi, sziasztok! Megkapott az ajtó! Gyere, Robi, megint megtörténik, ami Berlinben! Gyere! Figyelj, tényleg rám csukódott. Tök izgi volt. Nagyon jó dolgok történnek itt Veszprémben. És egyébként eleve azért mázisták, mert Veszprém annyira jó hely. Jó hely. Nagyon szeretjük. Ezzel kezdtem, amikor megjöttünk. Nagyon jó. Zöld minden. A belváros az pöpec. Van szuper pizzázó. Mit meg jó még? A környék. Nagyon jó a környék. És elképesztő dolgokat csinálják. Az, hogy azért 50 amerikai atomerőműből, azt hallottad? 49-ben, igen, 49-ben ott vannak a ők, az nagyon-nagyon kemény. Úgyhogy ha valakit érdekel ez a hely, akkor a videó alatt talál hozzájuk elérhetőséget, és lehet jelentkezni. Mi pedig nem engedtünk semmit se telepíteni nekik a telefonunkra. Mi pedig nem engedtünk nekik telepíteni semmit se a telefonunkra, mert túlságosan szakértőnek tűnnek ahhoz, hogy én ezt. De nem tudják így wifi-nát küldeni a jelet, vagy valami? Nem tudom, meneküljünk. Sziasztok! Ott még lát a wifi! Robi, ott is lát a wifi! Robi, menj egy fa mögé! Ott már nem lát a wifi! Jó vagy?